Kérem, uram, ne értsen félre, engedje meg, hogy megmagyarázzam. Tudja, az a helyzet, hogy idén... 75 éves a MAFSZ. Nézze, régen ilyen kamerákkal filmeztek. Keskeny filmező, rugómotoros. Itt van oldalt a fölhúzója, csak ezen a képen nem látszik. Itt jól látszik, rugómotoros. Itt lehetett fölhúzni. És hát ilyen kicsik voltak, ilyen... kis pisányi kamerák, hát 3 percnyi anyag fért bele, hát képzelheti, hogy mire volt az elég. Ez is egy ilyen kicsi szar kis kamera. Ez is. Itt meg a Gulyás János egy Lada Normál 8-assal. A Lada gyár csinálta, amelyik aztán később az autókat. Itt meg az Olá Imre. Szuper 8-as hangos kamerával. Itt a mikrofon veszi a hangot. Aztán a Pamacs. Itt a Pamacs. Sony kamerával. Itt is a Pamacs. Tolja a Pálos Gyurit egy ilyen kocsival. Fártolnak. Itt van a Pálos kezébe. Ez egy beta digitális kamera. Tudja, mibe kerül egy ilyen kamera? 8 zsiguli! Itt is a Pálos Gyuri. Itt is digitális kamerával forgatja a táncosnőt. Kurva jó. Ez meg a Csabán Gyuri rendező. Filmrendező. Produkker is. Nem mindig akna. Valamikor kolbász, valamikor cukorfalatnak hívja magát, valamikor meg karburátornak. Mindig változtatja a nevét, hogy ne lehessen felismerni. Engem meg miatt majd, a maszk miatt nem lehet majd felismerni. Tudja, az a helyzet, hogy az utóbbi időben nagyon sok filmben szerepeltem, és hát nem akarom, hogy megunjanak. De ha már így összefutottunk, hát engedje meg, hogy bemutatkozzon. Anyád!